Sorry I'm stupid. Still we rise, guys. Still we rise. That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky. Where the hell I am supposed to go? Not like that. This one is for one. Lewis Hamilton a hatodik világbajnoki címét szerzi ebben a pillanatban. I feel fresh and just ready to keep going. I wish I could keep going, but... Köszönöm szépen, 2020. március 13-án folytatjuk. Decemberben még gyanútlanul úgy köszöntünk el, mint minden szezon végén. Találkozunk márciusban. Az első aggasztó hírek februárban érkeztek. Hivatalossá vált, hogy elhalasztják a Forma 1-es kínai nagydíjat a koronavírus gyors terjedése miatt. A versenyt eredetileg április 10. A barcelonai téli tesztet már alapszintű elővigyázatossági intézkedésekkel, de a terv szerint megrendezték a hónap második felében. I feel ready. We tried basically everything we wanted to try over all the days together. So I'm very pleased with that. We're definitely improved. But expectations are all under control. I'm quicker, the car's quicker. Looking at the data, we are much quicker pretty much everywhere compared to last year. Még nem tudjuk, hogy lesz-e szezonnyitó Ausztráliában, és aztán futam Bahrainben vagy éppen Vietnámban. Hello, Mr. Carey. Just two questions. It's really important. You know, the coronavirus. Sure. What should we know about the Formula One? Look, right now our races are going ahead, but obviously we're continuing to monitor it and try and make sure we take the right steps. Úgy tűnik, a sportot már Európában is. Az olasz kormány döntése értelmében a koronavírus járvány terjedése miatt további minden sportesemény megrendezését. Melbourne, azaz az ausztrálok nyilatkoztak, egy hivatalos közleményt is kiadtak, hogy gyertek nyugodtan, itt a helyzet ragyogó, várunk titeket szeretettel. I am really very, very surprised that we're here. A bit of a different situation compared to normal, but I think that's probably true for Not only for Formula One. We're here to race, and if we are allowed to, then of course I'm very happy for that. Health and safety and welfare of teams and people, the community generally has to take precedence. Once we had the positive case here, and once one team couldn't race because of that, then clearly we had a problem we had to address. A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy egyszer majd hétszeres világbajnok leszek, és tessék, itt vagyok, hétszeres világbajnokként, ráadásul egy igen nehéz időszakban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket itt az M4 Sporton. Az elkövetkezendő időben megpróbálunk egy jót beszélgetni a Forma 1 2020-as szezonjáról, Mihálisz Norberttel és Weber Gáborral. Sziasztok! És hát egy kicsit folytatva Lewis Hamilton gondolatmenetét, mert hogy ő is hálás mindenkiért, aki elkísérte az útján, hát mi is hálásak lehetünk azért, hogy egyáltalán volt szezonunk, ráadásul egy ilyen jó? Szia, Andi, igen. Tehát furán kezdődött az év szerintem mindnyájunknak, és a Forma 1-et is egy kicsit felkészületlenül érintette ez a pandémiás helyzet, de végül egy nagyon szép és
sok futamos szezon kerekedett ki belőle, úgyhogy van mire visszaemlékeznünk. Hát igen, főleg úgy, hogy azért az utolsó pillanatokig lebegett a dolog, hogy egyáltalán elkezdődik-e, ugye teszteken túl voltunk, már hát úgy, ahogy, de hát aztán ugye te tudod a legjobban, hogy mit vártatok, milyen információkat. Igen, szerintem egy óra sem volt már hátra az első szabadezés kezdetéig Ausztráliában, szóval elutaztak Melbourne-re, mindent felépítettek, ott a sportbírók kint álltak a posztokon, tehát minden kész volt arra, hogy a lámpa zöldre váltson, meg hogy elkezdjünk beszélni mi is kommentátor fülkében, és aztán tényleg az utolsó előtti pillanatban fújták le az egészet, ráadásul ugye nem csak azt, hanem mint utóra kiderült jó néhány hétvégét, tulajdonképpen volt egy negyedév szünet. Nem tudom, hogy akkor egyébként, ha addig azt gondoltuk, hogy el lehet kezdeni a szezont, és majd valahogy lesz ebből valami, és talán nem lesz olyan nagy probléma ebből az egész vírushelyzetből, szerintem a lefújáskor meg mindenki arra gondolt, hogy ebben nem is biztos, hogy lehet szezon. És nagyon sok ideig egyébként lebegett is a levegőben, hogy mik maradnak el, hetente jelentették be az újabb és újabb elmaradó versenyeket. Ilyen szemben ezek némi nemi csoda, hogy ez július elején végül is Ausztriában aztán elindultott. A Forma 1 gyakorlatilag az első olyan komoly bajnokság volt, aki ezt a járványhelyzetet jól felismerve végül elkezdte a szezon. Kijön, ami még sosem volt, egy virtuális Forma 1-es verseny. Most a két Leclerc áll az élen. A Twitteren közben gyűjtést rendeznek Lando Norrisnak, egy IT szakembert keresnek, mert ugye két itt ezelőtt is ledobta őt a gép. Charles Leclerc befordul a célegyenesbe, és elsőnek intik le a virtuális vietnámi nagydíjon. Tában. Nagyon koncentrál, elképesztő jól látni az arcát. Ó, ott maradt, honnan jön vissza? Azt a mindenit, mit csinál Tában? Pontból is győzelemből is George Russell szerezte a legtöbbet, hogy nem kérdés, hogy ő volt ennek a virtuális kísérletnek, a virtuális kirándulásnak a legjobbja. Azt gondolom, hogy ez az új brigád, az új eresztés, a Forma 1 20 évesei, azok egész más hangulatot hoztak a pedokba. Tehát ugye megszoktuk az elmúlt 10-15-20 évet, az akkori generáció már felnőtt, ugye itt van Hamilton gyakorlatilag a rangidőspilóták egyik, Räikkönen a rangidőspilóta, Alonso visszatérde tulajdonképpen 40 évesen. Ők más kapcsolatban voltak egymással, kicsit ridegebb volt, kicsit távolságtartóbb, még akkor is, hogyha megbecsülték egymást és elismertek egymás sikereit, tudását, mindig volt ez a fél lépés távolság. És az újaknál pont azt érzed, Russellnál, Albonnál, Leclercnél, Gaslynál, hogy ők tényleg olyanok, mint barátok, sőt, közöttük nagyon sokan tényleg közeli jó barátok, vagy akár Sainz Norris például a McLarennél, és ilyen szemben nézve nekem hozott egy abszolút ilyen frissességet, egy újfajta szelet a paddockba, és sokkal kevésbé lett karót nyert sok szempontból a Forma 1, vagy akár az interjú. És nagyon-nagyon jó volt azt látni, hogy például Leclerc, de főleg Russell mennyire megtalálta a helyét ebben a világban is, és pontosan ez mutatja nekem azt is, hogy azért van átfedés, hogy a virtuális versenyzés és a valós versenyző, valós versenyzés között, mert aki valamelyikben jó, azt szerintem gyakorlásban meg tudja állni a másikban is a helyét. Hát közben azért kaptuk a jó híreket, mert hogy elkezdett jönni az az információ is, hogy lesznek futamok. Először az első 8-ról kaptunk elég konkrét információt. Just announced an 8 race schedule in 6 countries. És emlékszem, hogy beszélgettünk talán már az első közvetítés alkalmával arról, hogy még a 8-at sem feltétlenül érezzük biztosnak, vagy a 8-nak az utolsó 2-3 versenyét. Akkor ez bár optimista, hogy milyen elképzelésnek tűnt a Liberty részéről, de végül kiderült, hogy nekik volt igazuk. Örökké valóságnak tűnő 215 nap után végre megkezdődik a 2020-as Forma 1-es világbajnokság. I really believe that it will be a strong year for our team. At least now we're gonna have adrenaline every weekend. Going to be strange to be back in the car after such a long time. Just feels nice to be back into it. This feels normal, being at home, doesn't it? Bottas 12,000-del pole pozícióban. It's exactly how I wanted to start a season. Na hát akkor jöjjön az a szezon kezdet, a 2020-as Forma 1-es év nyitófutama. Verstappen autója. Magnussen mit csinál? Erről nem tehetett Räikkönen.
Megpróbál rákanyarodni, megpróbál, mi az, hogy megpróbál rákanyarodni, de megint összeérnek! Ugyanúgy összeérnek, ahogy Brazíliában! Bottas megnyeri, Lando Norris a harmadik. Yes! A pretty cool last few laps, having to push as much as I can. As you can tell, I'm a bit out of breath. That was the goal, to take every opportunity we had, even though we didn't have the pace to finish where we were. I managed to keep it together and to really could control the race from my side. Look forward for the next one, which is in a couple of days' time. .2 is a huge margin in Formula One. How did you feel in the car today? The focus was sweet. It was really good. The last lap was so nice. Két Ferrari láttad a háttérbe egymásnak akart? I apologized. Obviously, excuses are not are not enough in times like this. Visszatámad kívülről, azt a mindenit, Perez mit csinál, meg pályán tudja tartani az autót, igen. Mekkora előzés volt. Norris meg fogja támadni Perezt, meg nagyon fogja támadni Perez, bemegy mellé, és meg is előzi Perez, lehet, hogy Stroll is leszedi a végén, mert hogy a kigyorsítása nem lesz elég jó, Ricardo is jön hárman egymás mellett, de Norris már simán előttük. Yes! Yes! Yeah, boys! So happy, but I do also know that it's a long way to go. Egy nagyon komoly Bottas sikere kezdődött Hamilton büntetésekkel az első futam, tehát mondhatjuk azt, hogy a szezon elején még azt is beláttatuk volna, hogy egy sokkal komolyabb küzdelem következik a Mercedes pilóták között. Azt gondolom, hogy sajnos, bármelyikünk nevében mondhatom, az már az első hétvégén látszott, hogy a Red Bull sokkal messzebben adná, mint amit remélhettünk télen, hogy a Mercedes ellen felvegyék a fonalat vagy a kesztyűt, viszont amiben igazán nagy előrelépés történt, az a középmezőn csatája, ahol a McLaren nagyon erősen kezdett, de gyakorlatilag négy, adott esetben öt csapat is folyamatosan egymáson, már tized másodpercen belül küzdött. Úgy néz ki, hogy a McLarennek feküdt ez a pálya az első két futam mindenképpen, és hogyha már említetted ugye a virtuális csatározásokat is, akkor azért nagyon úgy nézett ki, hogy a McLaren nagyon egyben van. Moment we met, we both knew that this that the team needed some good environment between each other and both in the same direction. The relationship got even better and better, and it had this snowball effect that we ended up being actually very good mates. How were both of your off seasons? Eating, sleeping, sim racing, and twitching. So yeah, pretty good. I can see the eating part of it. Yeah, I put on a bit of weight. Yeah, I can see. I live an hour away from here, very near walking also, so it's 1 hour. You drive quick, huh? Yeah, quicker than you. Made a couple of mistakes, one on the first lap, and managed to let Carlos by. And how much are you going to miss him when he does move to Ferrari next year? Not that much, with all honesty. You know, I still see him around. When I'm passing him on the racetrack, I can wave at him. I think it's only downhill because it's his birthday next week, or in a couple of weeks. On Monday. And he's getting quite old. 28, 27. 26, man. Still quite old. Thanks to you, you make me feel old. Thing I'm looking forward to tomorrow is a present from everyone, including your teammate. Teammate? Because I definitely got him something. Is
Fernando are leading 18-17 during your 2 years together. Nekem nagyon üdítő. A nyilatkozatok egymástól függetlenül is. Tehát amikor nem arról beszélnek, hogy nem úgy beszélnek, hogy egymást ugratják, akkor is olyan üdítő jelenség Sainz és Norris is. És aztán ott van az a harmónia közöttük, hogy amikor interjúban vannak, és mondjuk egymást tudják ugratni, akkor nem szalasztanak el lehetőséget, hogy ezt meg is tegyék, és én ezt kifejezetten szeretem. Ez magától működött, ilyen jó kis haverság. És pont annyival idősebb Sainz, amivel szerintem még nem kerültek másik korosztályba, de kicsit ő volt a báty, és a kicsit lökött öcs volt Lando Norris, akinek a teljesítménye nagyon érdekes, nem éreztem. Tehát ő az a versenyző, aki egyébként bármikor el tudott húzni egy óriási versenyt, egy nagy-nagy időmérőt, miközben, hogyha komolyan számba vendő versenyzőkről, vagy ellenfelekről gondolkodnál, akkor Norris egyszerűen nem biztos, hogy oda számolnád, mert annyira ő az udvari bolondja a formáidnak, jó értelembe véve. Tehát ő az, aki állandóan bohóckodik, mindenből poént akar csinálni, de az autóban kegyetlen jól megy. Tehát, hogy egyszerűen nem... Egy ideig azt kerestem, hogy mikor fog ez visszaütni, és mikor fog a teljesítményem meglátszani, de azt kell mondjam, hogy egyáltalán nem. Sőt, ő így jó. Minden esetre úgy érkeztünk a Hungaroringre, hogy a McLaren a konstruktőri pontverseny második helyén állt, bár ugye ezt tudjuk, hogy a Hungaroring Hamilton felségterülete, de mégsem róla szólt csak a magyar nagydíj. Picit kihalt itt a Hungaroring bejárata. Innentől Forma 1. Jó napot! Jó napot! Jó napot, mate! Yeah. It's been a great place for me to race all these years. I love driving this track. I've never been at the Hungaroring without any people, so it feels very different. Verstappen kicsúszott. Megtörte. I hit the wall. Copy, Max. Ebből nem lesz rajt. A nagy kérdés a Red Bull és Verstappen szempontjából, hogy ebből lesz-e autó. Élőben jelentkezünk most egészen pontosan a Hungaroring rajtrácsára. A jubileumi 35. magyar nagydíj kezdődik majd meg hamarosan. Láthatják, hogy az autók mögöttem már elfoglalták pozíciókat. Én fogom képviselni ma Magyarországot itt a nézőtéren, úgyhogy próbáltam úgy felöltözni, hogy mindenkinek megfeleljek. I just want to say incredible work, guys. That's unbelievable. Thank you very much. Összerakták, ott van rajtrácson, és innen is fog rajtolni, hogy mennyire lesz százas, azt nem tudni. Absolute masterclass, mate. King of the Hungaroring, can I say that? I don't know, I'm working on it. I want to say a big thank you to the mechanics, you guys are legends. I thought I was not gonna race. Rajthoz állt, pedig nem hitted. Szürreális volt, mert emlékszem a konkrét szitúra, hogy felvezető műsorban pontán Kis Norival beszélgettél, és én megnéztem, ugye velünk szemben van egy nagy kijelző, ahol látjuk, hogy mi történik, tehát csapatok, versenyzők kimennek a pályára, csapatok készülnek a rajtrácson, és kiment Verstappen a boxból, és láttam rajta, hogy nagyon próbálkozik, nagyon erőlteti, hogy felmérje a viszonyokat. És az erő, amivel becsapódott a 12-es kijáratán a gumifalba, abból én azt szűrtem le, hogy ez nagyon egyszerű szitu. Annyira gyorsan kellett, annyira kapkodva kellett megcsinálni kis területen dolgokat. Egyszerűen el sem lehetett egymástól férni. Ilyen nyomás helyzet alatt azt gondolom, hogy ennél jobban nem lehet reagálni, és tipikusan a Red Bull szerelőgárdája az, akik a kerékcseréknél is, és minden ilyen egyszerű helyzetben. Hogyha valakire rábíznám az életemet, valószínűleg ők lennének. Lewis Hamilton mindez ugye hidegen hagyta, és távolról szemlélt az eseményeket, 8-szor is megnyerte a magyar nagydíjat. A Hungaroring az számára tipikusan olyan pálya, ahol nagyon érzi a ritmust. Tehát mi is beszélünk sokat, hogy mi a Hungaroring titka, és itt amikor jól érzed az irányváltásokat, jól érzed azt, hogy egy kanyarba, mondjuk hogy tudsz úgy 99%-on menni, hogy ne hibázzál, de mondjuk magadból és az autóból kipréseled a legtöbbet, ez Hamiltonnak valahogy nagyon megy, úgyhogy teljesen megérdemelten
hívhatja magát, szerintem már nem hívja a Hungaroring királyának. Máté az a megkoronázta. Máté megkoronázta, nem tudom, mi megkoronázzuk-e, de Hamilton a Hungaroringen szerintem egy külön kategória. Hát is ráadásul még csak ezek után indultunk el Angliában, mert hogy egymás után két szilvestoni hétvége jött. Knowing that this grandstand's going to be empty, so I don't have anywhere near the same vibe that I'd normally come here. So Michael, we've just had the news that Sergio Perez has tested positive for COVID-19. Can you just explain what happens now? Mi is kíváncsiak voltunk, hogy mi fog történni, mert hát azért persze mindenki számított rá, hogy előbb-utóbb megjelenik a koronavírus a Forma 1 környékén is, és hát nem tudtuk, hogy vége lesz így az egésznek, vagy valami más intézkedés jön. Igen, és a csapatok részéről volt ez szerintem a legnagyobb kihívás, mert ugye gyorsan kell reagálni arra az esetre, hogyha mondjuk bárki kiesik, nem csak versenyzők vagy versenyzői közül, hanem a szerelőgárdából. És ugye évközben is sokat beszéltünk arról, hogy ez gyakorlatilag egy csapaton belüli B csapatot is eredményez, mert abban az esetben, hogyha valakiről kiderül a fertőzés, akkor számolni kell azzal, hogy azok az emberek, akik ezzel a fertőzött személlyel kapcsolatban voltak, hirtelen megint csak kiesnek. Annyira jól izolálták a csapatrészeket, a csapatrészeken belüli mini buborékokat is, hogy tulajdonképpen a versenymérnökök sem dolgoztak közvetlenül már a versenyzővel, hanem azt is online csinálták. Tehát tulajdonképpen mindenki szeparáltan dolgozott, és ennek következtében fordulhatott az erő, hogy tulajdonképpen elszigetett eseteket látunk, akár versenyzőket érintett, akár más csapattagokat. Profin vizsgázott akkor az F1? Teljesen profin. Messze várakozáson felül, szerintem. És ez az, ami mutatja a Forma 1 felkészültségét. Firstly and most importantly, our thoughts are with Sergio, and during this time, the show will go on. We're working with the team, with Racing Point, and all of the various processes that exist regarding change of drivers. Challenge, but also one that I look forward to, and be back on the grid, you know, battle with these guys wheel to wheel is something that I definitely look forward to. Füke meg nem fog elrajtolni. Verstappen rajtol el jól, de aztán Bottas az, aki bezár. Hoppá, az egyik ház Magnussen száll el. Are you okay, Kevin? Are you okay? Yeah, good. Vágy, hatalmas baleset. Bottasnak. Bottas. Defekt. Baleső defektje van Bottasnak, így Verstappen megörökli a második helyet, Leclerc pedig előrelép harmadiknak. Please don't go for fastest lap. We just need to get the car home. Ott is egy defekt. A bal elsők nem bírják. Ott a defekt, Hamilton a defekten jön, és még csak a kopszál tart, Verstappen fél perc hátrányban van. Hamilton valahogy itt át fogja tenni, tökön passzuljon mindenen át. Elképesztő, hogy mind a két Mercedesnek a bal elsője defektet kap. Ott jön Verstappen, a vélbe fordul, Hamilton viszont már az utolsó kanyarba fordul, elképesztő. Bal első defekttel nyeri Lewis Hamilton a 71. brit nagy díjat. You know, your heart drops. I mean, I can hear him catching me. Just 30 seconds, 20 seconds, 19, 15, 10, 7. And I'm thinking, Jesus, this is the one of the most horrible feelings. Lewis got lucky, but also unlucky because he got a puncture. At the end of the day, they were way faster than us, so they deserve to win that race. A másnapi sajtó gyakorlatilag arról szólt, hogy ha itt három kerékkel is lehet nyerni, akkor be lehet zárni a boltot. Lehet, ezért egy picit összetette volt ez a futam az 50. kör után.
Hát hozzá kell tenni, hogy három keréken is lehet nyerni, abban az esetben, hogyha az embernek ordas nagy szerencséje van. Meg ha egykere van hátra, gyorsan tegyük hozzá. Igen, tehát hogy ebben vastagon benne volt szerintem a szerencsefaktor is, de hát azt mondják, hogy a jóknak van szerencséje, és ez idén igaz volt Lewis Hamiltonra. Ráadásul kicsit kegyetlen lett volna szerintem a sorstól, hogyha egy utolsó körben veszi el ezt a domináns győzelmet, mert Hamilton most így tök őszintén egymás között megint csak olyan szintet képviselt, ahol ez az egy megnyert futam volt. Így van. Egyébként jó volt a Verstappen nyilatkozat, hogy egy szerencsétlen helyzetben volt szerencsés, mert ezt a futamot nem érdemelte volna, így meg Verstappen. Persze minden győzelem jó győzelem, és utólag senki nem kérdezi meg, hogy ez hogy volt. Mondjuk, amikor az almanakokban felütik, hogy ki volt a győztes, de ez a győzelem Hamiltonnak állt, és ezzel együtt is megvolt az a szerencséje, ami általában neki szokott megvenni. Alapvetően a Hülkenberg visszatérés, de benne volt a meglepetés faktor. Ugye néhány napig azt sem tudtuk, hogy ki helyettesítheti Sergio Perezt. Nem könnyű egy ilyen beugrást megcsinálni. És azt gondolom, hogy Hülkenberg jó teljesítmény nyújtott, de ezt nagyon nehéz igazán értékén kezelni, mert mindenkinek nagyon nehéz helyzete lett volna, hogyha Hülkenberg helyében lett volna. A 70. évfordulós nagy díjon is még ő vezethette ezt a bizonyos Racing Pointot, és bizonyított is. The crowd when the race form is oh, just truly fantastic. Best decision is my decision. Meg a harmadik lábalappal. Mekkora! Get in the Racing Point! A bit surprised, to be honest, to stand here, but obviously, big smile on my face. Simán rálép, annyira hamar lépett rá. Igen, mennyivel jobb a tapadása Red Bullnak most. Nem csak, hogy borsot tört Max Verstappen a Mercedesek orra alá mai futamon, hanem egyenesen faképnél hagyta őket, és azt csinált velük, amit akart. A lot of grandmas drive quite quickly, I'll just let you know. Yeah, I know, my grandma as well. Not just gonna cruise behind, I have nothing to lose. Worst case, I'll be P3. Best case, you win the race, and that's of course what happened today. Ami engem Verstappenben legyűgözött, az nem csak, nem mindig a tehetsége, hanem az, hogy ismer fel helyzeteket. Tehát, hogy mondj nekem még egy olyan versenyzőt, aki úgy reagált volna, mint Verstappen, aki szembe ment volna a csapattal, és helyes döntést hozva nyer után a futamot. Tehát ugye ez szerintem... A versenyző intuíció nagyon sokat számít, és még Hamilton el szoktuk látni Fettelnél. És minél jobb pilóta valaki, annál inkább egyrészt megmeri engedni magának csapattal szemben, másrészt azért ez nem ugyanaz, amikor csak azért mondok ellent, hogy ellent mondjak. Ezeket a szituációkat fel kell tudni ismerni. Igen. És ez tudatalatti felismerés, ez nem is tudatos. Ez azonnal zsigerből jött, és itt is tökéletesen működött. Ez egy jó szimbiózis, tehát az, hogy a csapatnak van egy fő stratégiája, van egy versenymérnök, ők többet higgadtabban tudnak gondolkodni menet közben a box utca falon, de mégis a versenyző a végén, aki dönt, aki adott esetben akár csak az érzéseit hozzáadja. És ez így működik jól, még akkor is az esetek nagyobb részében úgyis a csapat mondja meg, hogy mi van, vagy egy kezdőző ötfülnél mindenképp az van, amit a csapat mond. Minél jobb pilóta valaki, minél több tapasztalata van, minél inkább érzi ezeket a szitukat, annál inkább a csapat elkezd adott szituációban rájuk is hallgatni, és szerintem így működik tökéletesen. Magabiztos Verstappen, de reális is, legalábbis ebben a szezonban nagyon reálisan látta, hogy hol van az ő, illetve hát talán inkább a csapat helye. We finished P3, I mean more than that was anyway not possible today. P3 is what we deserve. I mean, they were clearly again a bit too fast. Not bad, let's hold that. Good job. Normally, realistically, I think we should have been P3, but again, I think we did everything well as a team today, and yeah, really maximized that result. So very happy with second. P3, I think, is good for us on a track like this. Used to sit in this chair. It might actually have my prints. Very swift. Yeah, more or less. I think I'm gonna, at the end of the season, I'm gonna take this seat home.
És tényleg elvitte a széket. Nem csak ígérgette, mert hogy annyira már hozzá idomult. Valóban. Azt gondolom, hogy ez teljesen reális helyzet értékelés volt a részéről. Pontosan tudta, hogy néha elcsípheti valamelyik Mercit, ezt általában Bottaszt, de volt akkor a teljesítmény hátránya a Red Bullnak, hogy valóban, amíg az ember még első, második, és azt gondolja, hogy majd ő megoldja valahogy majd ő erőből, meg majd a tehetségből. Aztán a realitás azért nagy ütött meg, gyorsan polcra tudja rakni az ember, hogy körülbelül mit lehet elérni egy adott évben, és mindig akkor sikeres egy versenyző, azt gondolom, és akkor lép egy következő fejlődési lépcsőt, amikor felméri, hogy az adott szituációban a legtöbb, amit ki tud hozni, és nem próbál állandóan túlteljesíteni, mert abban mindig kódolva vannak a hibák. Verstappen érése szerintem ezen is tetten érhető. Hát ezek a tulajdonságok lehet, hogy mind benne vannak Lewis Hamiltonban, sőt biztos, mert ugye, hogy haladtunk előre a versenynaptárban, ő szépen tovább építgette ugye az előnyét, amit megszerzett már az előző futamokon, ugye a spanyol és a belga nagydíj az tipikus eset ennek, tükörsima győzelmek, Lewis Hamilton pont gyűjtése. Hát igen, viszonylag unalmas futamok voltak, ahol nem volt kérdés ez, hogy Lewis Hamilton hányadik helyen ért célba, és tökéletesen igazad van. Tehát számomra a Hungaroring volt az első jele annak, hogy Hamilton idején az első számú esélyes. Itt meg már hát kis túlzással azt számoltuk, hogy körülbelül mikor húzhatja be a hetedik világbajnoki címét. Hát igen, és egy kicsit két ilyen unalmas, azt mondtad, unalmasabb futam után érkeztünk el Monzába, ami talán az év egyik, ha nem a legjobb futamát hozta. As a driver, I used to fight for championships, for victories in pole positions all my career till Formula One, and that's what I want to be fighting for in F1 as well. Gasly behozta a harmadik helyre az Alfa Taurit, megelőzve Verstappen a Red Bullban. Where's that hate come from? Well, actually, we've got no idea, so yeah, it's quite, I mean, we were surprised even to see ourselves right up there. We start in 10th position, and it's a pretty good position to start from during the race. I think we'll have to find a way to get some positions on pure pace. We won't be able to do a different strategy or anything like this. So I think it will be quite exciting. Bello. Ricardo rajtolt nagyon-nagyot, Bottas megelőzi Carlos Sainz. Brakes failed. Magnussen lelassul. Hárman jártak eddig a boxban, most Gasly is jön. Safety car. Gasly lehet, hogy sokat nyer velek. Box. So stay out, but entry should be closed. I don't understand what you just said there. Yeah, copy Lewis, it was a late message. It was a pit lane, entry was closed. Was it closed? We're just checking when the message came up. Are we going to get a penalty? I believe we will get a penalty. Korai cserések így jól jártak. Gasly a harmadik. Gasly mennyit nyert? Hoppá, Leclerc, óriási baleset! Ott a 10 másodperces Hamilton büntetés. Gasly nagyon jól kapta ezt, Stroll hátra szorul. Másodpercen belül Sainz nem lehet elvenni az Alfa Tauri győzelmet Pierre Gaslytól. Élete első Form 1-es győzelmét aratja a francia. Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! Honestly, with a normal race, I think I would have caught P2 behind Lewis because we had really, really good pace. So I think it's what we deserve, but Pierre there in front is like, wow, how could that happen? I've been through so much in the space of 18 months. My first podium last year, I was already like, wow, with AlphaTauri, and now my first win in Formula One in Monza. It's, I struggle to realize.
Ez volt az egyetlen futam, amit kihagytam, mint műsorvezető. Emlékszem rá, hogy a Puskás Aréna stúdiójában ültem, válogatott labdarúgó mérkőzés volt, és nem hittem el, hogy mit látok. Tehát, hogy egyszer nem vagyok itt veletek, és rögtön egy ilyen futamotok van. Elképesztő volt. Elképesztő volt, és a leg, hogy mondjam, fontosabb eleme ennek a futamnak a Box utca bejáratát jelző figyelmeztető lámpa volt a parabolikában. Utólag visszanéz, egyetértettünk abban, hogy ez a pillanat volt a kulcs. Olyan tekintetben, hogy hogyan alakul majd a verseny, mert annyira megkeverte ugye a sorrendet, annyira megzavar csapatokat és versenyzőket, hogy erre volt, aki jól reagált, és utána jól tudott építeni, és volt, aki hát addig ugye nyerekben ült, és aztán nagyon gyorsan kiesett abból a nyerekből. Nekem ez volt a szezon egyik nagy tündérmeséje. És azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy Gászlinak olyan szezonja volt, amiben annyira megérdemelte, még akkor is a szerencsés szituáció volt úgy, hogy az ére került. De utána hosszú körökön keresztül nagyon jó tempót autózott, és kivédekezte Sainz ellen egy gyorsabb autóval szemben. Egy olyan szituációt, amit simán el lehetett volna dobni, el lehetett volna izgulni, fékezni, és teljesen magabiztos volt, kőkemény profi volt, amit csinált Gászli. És ilyen szempontból ez az év nagyon igazságos volt, mert akiknek győzelmet adott a Mercedeseken kívül, azok egytől egyik azok a pilóták voltak, akik a legjobban megérdemelték a teljesítményükkel. Én nem hittem már abban, hogy Gasly vissza tud térni. És ez a fajta tanulság, ez hogy mondjam, velem is megértette azt, hogy a közegnek mekkora hatása lehet egy versenyzőre. És lehet a világ legtehetségesebb fiatal pilótája, ha túlságosan érzékeny vagy arra, hogy milyen emberek dolgoznak körülötted, és milyen elvárásokkal szembesülsz, akkor igenis tudsz abban a helyzetbe kerülni, mint Pierre Gasly. De én abban is biztos vagyok, hogy Gasly-nak ez így tett jót. Hát itt volt téma bőven, és hát a címlapok tele is voltak azzal, hogy mi történt Monzában egy pár napig, mert utána új téma adódott. Sebastian Vettel marad a Forma 1-ben, a Ferrari-tól távozó német pilóta jövőre a Racing Pointból Aston Martinnál alakuló csapatban folytatja. A négyszeres világbajnok az írni. There was nothing to prepare me really. I basically found out officially last night. All the feedback that I was getting was that I was pretty sure and they were pretty sure and that we all wanted to continue. I think I have more to give and I'm looking forward to the task with a new environment, new team, new spirit. Már kiderült, hogy Vettelnek nem lesz helye a Ferrari-nál, pedig februárban azért még nem így indult a kommunikáció a Ferrari részéről. Seb is our first option. I think that, as I always mention, that's a great lineup, probably the best we got in F1. I think that really the relationship is good. I think it will be a very natural discussion. The decision. I informed him. I think while he accepts the decision because he's a great and professional guy, I think he really never truly and fully understand it. I think relationship is still great because I think I respect him as I hopefully respect us as persons. Natürlich war es eine Überraschung, als ja, mir Anfang Mai mitgeteilt wurde, dass das Team keine weitere Intention hat, weiterzumachen. The captain, we didn't like. We spoke about this morning. I will hang in there, but you know that you messed up. We spoke this morning that there's no point pitting knowingly, knowing that we will run into traffic. And that's exactly what we did. Az, hogy napszemüvegben és maszkban nyilatkozik, az számomra egyértelműen azt jelenti, hogy mértéktelenül el szeretne bújni a világ elől, borzasztó rosszul érzi magát, és elege van ebből az egészből, ami most történik. Tehát gyakorlatilag egy ilyen Binotto-Fettel csatának vagyunk így a szemtanúi. Thank you. What do you think about going to the end with this tire? I did this before. The worst nightmare than you expected this weekend. Sì.
A napnál is világosabb, hogy ez a kapcsolat olyan szinten megromlott, hogy ez visszafordíthatatlan. What seems to go with ease on the other side is really difficult to put together on my side, so... Ja, Vettel úgy érkezett a Ferrarihoz, hogy vörösben is szeretne világbajnok lenni, és aztán talán 17-18 táján erre úgy meg is volt az esélye, utána egyre kevésbé, sőt, úgy minden csúszott szét. A Ferrari mentségére szóljon, hogy azért Vettelnek sok lehetősége volt a bizonyítása, tehát nem arról volt szó, hogy Vettel leszerződtettek, és mondjuk a második év végén közölték vele, hogy mennie kell, hanem úgy közösen kellett felismerniük azt, hogy ez túl sokáig tart. Elveszett ez a régi Vettel, akit ismertünk a pályáról vagy a nyilatkozatokban. Néha megcsillant a humora, de ennyi maradt szerintem az egészből. Tehát nem volt benne átütő erő, és ez látszódott minden egyes időmérőn, minden egyes futamon, az összes rádiózásában. És amikor a versenyző önmagában eljut oda, hogy már azt is kimondja, amire mindig összemosolygunk szerintem Norbi, vagy a garázs túloldalán nem ugyanolyan autóbúj valaki, azt már tudjuk jól, az már egy fejben való vereség elismerése. Még ha ezt ki is mondod, onnantól kezdve nincs maradásod a csapatnál. Különösen ilyen szempontból vagyok kíváncsi arra, hogy Vettel meg tud-e újulni az Aston Martin A21-től. Neki sok volt ez a Ferrari sikertelenség összességében, amiért jött ahhoz képest, és hogy Leclerc sokkal könnyebben tette túl magát, ezeken még friss, még fiatal, még harap, csukott szemmel elmegy, egy levegővel még, ha kell átúsz a Balaton. Vettel már nem így van. Az a 4 WB cím után, meg azzal a siker szériával, ami után a Ferrarihoz érkezett, egyértelmű, hogy mik az elvárások, és ez nyilván ez egyfajta kudarc. Hát és nem túl jó állapotban érkezett el a csapat az ezredik Forma 1-es futamáig, ráadásul hazai pályán. Without Ferrari or Ferrari without F1 would not be the same. It's unbelievable. Unbelievable. All the fast section is pretty impressive. It's a very cool track, yeah. I mean, there's so many fast corners in a Formula 1 car, you know, to take especially Arrabbiata 1 and 2 flat out easily, it's quite incredible. Hamilton elrontja a rajtot, és egyből elkezdenek helyezkedni, Bottas simán átveszi a vezetést. Ott egy forgás. Max Verstappen Red Bullja rögtön a rajtot követően. Én is a biztonsági autó. In this lap, Richard, in this lap. Bottas most lép oda a gázra. Óriási baleset a háttérben, ez a futam csak nem akar elindulni. Looks like someone in the midfield thought that the race had started. Okay, good, it's okay. Hoppá! Oh. Stroll kiszáll a pályáról! Megint piros zászló. Jöhetnek a lámpák újra. Albon külső íven kívülről megcsinálja Ricardo ellen az előzést. Lewis Hamilton csak gurulni engedni a Mercedes, akkor is behozná az első helyre. Ebben a pillanatban leinti a kockázászló és megnyeri az első Toszkán nagydíjat. I thought like I had 3 races in one day. And I'm pretty exhausted to be honest. When you send it around the outside, you're always hopeful, you know. You kind of have the flashback for the previous times. But Daniel left me space. A Red Bull viszont elég időt hagyott Albonnak, ugye hiába most szerezte meg az első dobogóját itt Mugello-ban, de hát azért jóval többet vártak tőle. A leginkább az hiányzott, hogy nem mutatott fejlődési tendenciát a teljesítménye, és szerintem a Red Bullnál is ez volt a döntő ok. Főleg az időmérőkön ez a fél másodperc, 6 tized, néha 4 tizedes lemaradás, mondjuk csapattárshoz képest ez elfogadhatatlan. 6,1 pontot szerzett átlagban idén Albon, az egy 7. hely. Tehát amikor azt mondod egy Red Bullnál, hogy úgy számoljuk, hogy a második versenyzőnk átlagban mindig a 7. helyen fut be,
a konstrukciójában második legerősebb autóval, azt gondolom, hogy nincs mit megmagyarázni. A szezon ezen időszakában Bottas is szokás szerint keresgette a helyét olyan szinten, hogy még egy kis égi segítséget is kért. After Mugello on Monday, I found a church that was open, so I went to the church. I thought maybe, you know, I can get rid of something that will help me. So. So Robin, you know you're going further out. Apen. James, a bit more. Yeah, copy. Probably leave enough room for cars to pass. Nézzük mostantól a szélárnyék csatát. Az egyik McLaren pörög és összetöri magát. Hamilton 5 másodperc. Kiszórnak neki egy 5 másodpercet a szabálytalan rajtpróbáért. I'm pretty sure no one's got 2 5-second penalties for something so ridiculous before. Does it seem excessive? I mean, I'm not a steward, so. Yeah, of course it is. They're doing everything. Of course it is. But it's not to be expected. They're trying to stop me, aren't they? Nice moment to thank my critics, to whom it may concern you. Bottas imái meghallgattattak, úgy néz ki, mert hogy bejött neki, hiszen megvolt a futamgyőzelem. Megvolt a futamgyőzelem, de én mégse a futamgyőzelemre, hanem a rádióbeszólásra emlékszem, valahogy. Mert... nem tudom, kicsit azért túlzásnak érzem Bottasnak ezeket a megnyilvánulásait. Főleg egy olyan időszakban, amikor egyértelműen, tehát hogy Hamilton mögött van, és meg akár lehetnek jogosak is ezek a kritikák. És tudom, hogy a mai világban nagyon nehéz elvonatkoztatni magadat mondjuk a közösségi médiás kommentektől, de azért ezen a szinten mondjuk egy nyert futam után leereszkedni arra a szintre, hogy most mindenkinek külön akarja válaszolni, azt szerintem megint csak inkább azt mutatja, hogy Bottas mennyire frusztrált. Nagyon hamar iszonyú nagy hátrányba került, és mindössze 2 futamgyőzelmet hozott ebben az évben, ami, hát, ha megnézitek, összességében nagyon nehéz ezzel bármit kezdeni Mercedes pilótaként. Gyári pilótaként, a mezőny legjobb autójában ülve, úgyhogy te saját magad világbajnoki materiának érzed, és mégis óriási verést kapsz a csapattársat, aki most már tényleg szétnyerte magát az egész pályafutását tekintve, és még mindig a toppon van, és még mindig úgy teljesít, hogy egyszer nem tudsz vele mit kezdeni. Ha nem Hamilton lenne a csapattársa, még az is lehet, hogy világbajnoki címet is szerezhetne, de Hamilton a csapattárs. Hát igen, és hogyha Bottasnak az égiek segítettek ezen a futamon, akkor lehet, hogy Hamilton ellen még az égiek is összeesküdtek, legalábbis ő minden bizonyal így érezte. Na, hát érezheti is így, de nyilván ez kicsit megmosolyogtató, tehát. És azért azt feltételezni, hogy itt a háttérben különböző, hogy mondjam, így kezek meg személyek próbálják ellehetetleníteni, azt hiszem, hogy kicsit azért ez a, hogy milyen paranoiás felfogás. Hát meg ő volt felfogás. Az, aki kiment a box kijárat végén. Igen, tehát hogy mindent összevetve... Nem küldte ki senki. mindent összevetve azért érződik néha Lewis Hamilton, és egy kicsit túlérzékenyen kezeli ezeket a helyzeteket, de nyilván megint innen a fotelről, mi nem harcolunk világbajnoki címért, tehát nem ismerjük azt a mentális állapotot. Velem már előfordult. Igen, és hogy mondjam, tehát hogy ezen a szinten is még azért le lehet ragadni, ilyen apróságokon hívjuk annak ilyen top pilótaként is. 7 év után látogat a Forma 1 a Nürburgringre. Sat with a friend having a coffee at 11 a.m. when I see that Otmar rings me and says, "Hülkenberg, hurry, we need you here." And yeah, I stepped in the car, came here, and the rest is history. Látszott, hogy az időmérőn még annyira keresi, hogy merre van a ritmus, meg honnan merre kell menjen, de szép lassan összerakt, és a versenyen meg tökéletesen csinálta, amit kellett, és pontokat is hozott ezen a versenyen. Alapvetően azt gondolom, hogy ennél jobb beugrásai nem nagyon voltak a Forma 1 történetének, de ezt egyszerűen csak egy ilyen epizódnak kell tekintenünk, mert ez tényleg ennyit ért. Beugrás helyettesítette akkor éppen Strollt és nem Perezt, de ebből neki nem termett babír 2021-re.
Verstappen és Leclerc is jót rajta a második sorban, sőt Leclerc, mintha előtte lenne a hollandnak. Räikkönen megcsúszik és eltalálja Russell. Bottas versenyének pedig vége lesz. Hamilton az utolsó előtti kanyart teljesíti. Az első Eiffel nagydíjon, amit Lewis Hamilton megnyer, és ezzel beállítja Michael Schumacher 91 futamos győzelmi rekordját a Forma 1-ben. Portugália is visszatért a versenynaptárba 24 év elteltével, és hát igazából semmi nem változott, Hamilton ment tovább, egy újabb rekorddöntés, illetve hát most már rekorddöntés. A 17. portugál nagydíj kellett arra várni, hogy új Forma 1-es rekord szülessen, hogy Lewis Hamilton 92. alkalommal nyerjen egy Forma 1-es futamon. It's such an honor to work with you guys. Thank you. Tehát ha megnézzük ennek a versenynek, amit együtt közvetítettünk a Norbival a képét, itt az elején nem csak, hogy lerajtolt a Bottas és megelőzte a csöpörgő elsőben, hanem még Sainzék is átvágtak rajta. És ezek azok a szituációk, amit rutinból pontosan tudott, hogy egy futam nem az első körben dől el. Az első körben csak elveszteni tudott. Hagyta, hogy úgy történjenek a dolgok, hogy történnek, és utána visszajött, és sokkal jobb gumikezeléssel simán megverte Bottast, és faképpen hagyta az egész mezőnyt, amit meg kell tudni csinálni ezzel az autóval, de megint őt tudta megcsinálni. Nem feltétlenül akarom piedesztára emelni, megint Hamiltont elég magasan van amúgy is, hanem inkább a teljesítményt szeretném relativizálni olyan szempontból, hogy Bottashoz viszonyítva mindig sokkal többet rak hozzá, és ezeken múlik, és ezeken dől el a világbajnoki cím. Vannak olyan időszakai az évnek, és vannak olyan futamok, ahol nem elég futnod egy jó időmérőt, hanem a sok történésre mindig ösztönösen jól kell reagálnod a futamon. És hogyha ösztönösen többször reagálsz rosszul, mint jól, akkor vagy hátrányos helyzetben, ugye főleg a csapattársadhoz képest, aki meg sokkal többször reagálja le megfelelően azokat az apró dolgokat, amiket egyébként nagyon kevesen tudnak ebben a mezőnyben. Ricardo egyébként hasonló, szerintem kaliber, mint Hamilton. Tehát, hogy ha van versenyző, aki ösztönösen jól reagál, nem csak párharcoknál, hanem hogyha arról van szó, hogy átlásd a stratégiai részét is a versenynek, akkor Ricardo, hogy mondjam, Okonnal való összehasonlításban nekem egy kicsit hasonló, mint amilyen Hamilton is. És választanom kellene egy versenyzőt, vagy mondjuk kettőt, akkor abból egy biztosan Daniel Ricciardo lenne, mert csomagban én őt érzem a mezőny egyik legjobbján. Ricciardonak azért örültem, mert kicsit ilyen keserédes volt ez a Renault-os búcsú. Nagyon nagy pénzért jött, nagy vállalásokkal, meg sokat várt tőle a Renault majd ettől az együttműködést, és nagyon hamar vége szakadt. Az első év végén kiderült tulajdonképpen, hogy nincs tovább, ezt az évet lehúzták, de már mindenki tudta, hogy a McLarenhez távozik 2021-től. És ezzel együtt ezt a keserű pirulát lenyelve, én annak örültem, hogy a Renault, minden Renault vezetése, amit ebből az élen, mind Ricciardo túltette magát ezen. És láthatóan nem megjátszották, hanem tényleg túl voltak rajta, tényleg túl voltak ezen a csalódáson, azon, hogy ő innen elmegy, senki nem ezt várta a másiktól, és összetudták magukat rakni, a Renault is egy picit elkezdett előrefelé lépkedni az autóval, minden esetre Ricciardo abszolút az, aki szintén, ahogy Norbi mondja, le tud csapni. Tehát, hogyha tényleg egy olyan biztos kezű pilótát kéne választani, aki amikor helyzet van, akkor hozza a pontokat,
akkor valószínűleg Ricciardo a top 3-ban lenne nálam is, hogyha ilyen alapon kellene versenyzőt választani. A szezon ezen szakaszában tehát a Mercedesnek már a konstruktőri cím a zsebben volt, és hát Hamiltonnak is ez egyéni stílszerűen lett meg. Akkor reggel jöttem, azon gondolkoztam, hogy nincs Binotto, és hogy Vettelnek meg lesz a dobogója. Van egy, na, van egy ilyen megérzésem. Vettel dobogó. Ezt jegyzem. You've got your first matched point this weekend. How are you feeling coming into the Turkish Grand Prix? Pretty refreshed and just focused on trying to do a good job. Can't get any worse, basically. It's still driving, like driving on ice. Like ice driving ahead this winter, exactly the same. Lance Stroll pole pozícióban. Élete első pole pozícióját szerzi a Forma 1-ben, milyen körülmények között. I like sliding around, so kind of reminds me of growing up back home. You know, I'm from the north, so I'm used to these slippery conditions. What would you be starting on, inters or wets? Actually, I'm thinking about dries. He was considering to go on slicks now. Yeah, he's thinking about the race. Could be slicks. He had a few gin tonics this morning. Or... Egy olyan versenyt láthatunk majd, ami valószínűleg minden szempontból bevonul majd a török nagydíjak történetébe. Stroll nagyon jót rajtol, Verstappen szinte állva marad. És akkor jönnek az interek. Itt kell most bebújni mögé, de ott el fog veszni, leszorító erő! Nincs leszorító erő! Hú, ez nagyon nem Bottas futama. Stroll jön, Perez az élen. Óriási lesz a tempó fölény. Ez sima volt. Hamilton átveszi a vezetést. Két kanyar van hátra, és már csak az utolsó balos Lewis Hamiltonnak, hogy a célegyenesbe forduljon, és megnyeri a 8. török nagydíjat, és ezzel együtt a 94. futam győzelmével bebiztosítsa a 7. világbajnoki címét. You know, I can never do this stuff without this incredible team behind me. We're constantly just raising the bar together. I just say, like, you know, dream as big as you possibly can, and don't let anybody tell you. Don't even have to tell people what that is if you don't want to, but don't let people tell you either way you can or you can't. Amikor Mihály Schumacher a hetet elérte, és tudtuk, hogy ez már nem nagyon fog tovább nőni, akkor szerintem mind borítékoltuk, hogy lehet, hogy már saját életünk, mert sem látunk olyat, aki még egyszer 7 világban egy címet tud szerezni, vagy netán meg tudná dönteni. Erre másfél évtizeden belül jön valaki, és már elérte a hetet, és még mindig pályafutása tetején, zenitjén jár, és még mindig erejeteljében van, még legalább 4-5 éve. Sokat beszélgetünk erről egyébként nem csak adásban, hanem adások kívül is, hogy még mennyit, simán megnézzük Räikkönent, megnézzük Alonsót, még simán ilyen stílusban, ilyen erővel megcsinálja Hamilton a következő 4-5 évet, hogyha van kedve hozzá. Nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy a következő 5 évben is Hamilton világbajnoki címeket szeretnék látni, de hogy van benne még, tehát hogy ezt ilyen szinten lehet kezelni, és nyilván ehhez kell egy nagyon sikeres csapat, és ilyen világbajnoki címsorozatok soha nem jöttek létre a Forma 1 történetében, anélkül, hogy valaki nagyon sikerszériába toppant volna be egy csapathoz, vagy ne vele együtt kezdődött volna sem Schumacher, sem Vettel, sem senki más. A Forma 1 elmúlt 71 éveben nem tudott máshogy építkezni, de Hamilton jókor volt jó helyen, és mindent ki tud belőle használni. Nagyon jó ment a Racing Point, itt látszott valami abból az idei konstrukcióból, hogy sokkal erősebbek azért, mint a középmezőny jó része, és nagyon-nagyon jól mentek az időmérő, mint Stroll, mint Perez. A verseny nem úgy jött ki, mert Strollnak kicsit szerencsétlen, sokáig vezetett, tehát ő vezetett szinte a legtöbbet egész évben az élen, nem Mercedes-es versenyzőként,
és ennek ellenére nyilván ott volt egy szerencsétlen sérülése, valószínűleg futam közben rosszkor is cseréltek kereket, tehát ő kiszállt a buliból, Perez ennek ellenére viszont nagyon is benne maradt. És a végén aztán ugye óriási csatában volt a Ferrarikkal, megőrizte a második helyet, és akkor jött ez a meglepetés Vettel dobogó, amit Máté megálmodott még az első szabad edzésen. Vettelnek meg lesz a dobogója. Biztosítja a hetedik világbajnoki címét, miközben Leclerc megelőzi Perez. És jön Sebastian Vettel is. Perez visszajön, Vettel visszajön! Vettel visszajön, és Vettel lesz a harmadik! Vettel dobogó! Megvan a Vettel dobogó! És még az sem biztos, hogy a vonalit, a vonalit! Perez a második, Vettel a harmadik, Leclerc négy, Sainz öt! Sebastian Vettel a dobogón! Obviously it was very intense in the last lap, so yeah, a bit of a surprise to get to snatch the podium in the end, but certainly very happy. I think it was a really enjoyable race in very tricky conditions. Vettel nagyon összeszedetten ment. Szerintem már egy-másfél éve most láttuk a legjobb futamát. Annak ellenére, hogy ez csak egy harmadik hely volt, de az idei Ferrarival, az idei teljesítmény hátrányát látva Leclerchez, az, hogy Leclerc milyen kimagasló futamokat tudott egyszer-kétszer időmérőket bemutatni idén, Vettel végre talált valamit Törökországban, amire talán építkezhet 2021-re. Sebastian Vettel megérdemelte ezt a harmadik helyet, és egyetértek azzal kapcsolatban, hogy ez lehet számára az a pillanat a szezonnak, amikor úgy gondolhat vissza a saját teljesítményére is, hogy még azért van lehetősége a bizonyításnak. Nagyon jó a rajta, Verstappen viszont elkezdte lerajtolni Bottas rajta, nagyon rossz volt Perez már a harmadik helyen. Óriási baleset! Okay, red flag. Is he okay? What's going on there? Menekül szó szerint Romain Grosjean a lángok közül. Look on the right and I look on the left and then I say, oh, it's all orange. That's strange. Few things. Is it sunset? No, it's not sunset. Is it the light from the circuits? No. This time death for me was here, and I named it Benoit. Don't ask me why. I just had to put a name on it. I cannot die today. For my kids, I cannot die. I've got to see them. At the time, I knew the shoulder had passed the halo part. I was going to leave. Then I jump on the barrier, and then I feel Ian that pulls on my overall, and that is an extraordinary feeling. When he pulls me, I'm like, there's someone with me. I'm alive. Bármennyiszer visszanézem ezeket a képsorokat, tehát nem tudom annyiszor megnézni, hogy így valahogy érzelemmentesen tudjak visszanyúlni ehhez a balesethez, és tehát csak ilyen közhelyes dolgot tudok mondani, hogy ez csodával határos, hogy Grosjean ilyen minimális sérülésekkel megúszott egy ilyen balesetet, és vissza kell kanyarodnom oda is, hogy én mindig féltem attól versenyzőként, hogy ilyen helyzetbe kerülök, és amióta közvetítek, féltem attól is, hogy esetleg egy ilyen szituációt kell úgy közvetítenem, hogy percekig bizonytalanságban vagyunk, hogy Grosjean egyáltalán életben van-e. Tehát, hogy ha iszik, ha nem, nekem ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt a 2020-as évben. Egyfajta csodaként éltem meg én is. Azért csodához kellettek az FIA folyamatos biztonsági változtatásai, fejlesztései, újabb és újabb előírásai, amire sokszor
Egyébként a közvélemény alapján akarnak tájékozódni, akkor azt mondhatnak, már a Hansot is ugye nagyon ellenéztek. Mi, hát a Glóriára, ha visszagondoltak. De gondolj, a versenyzők is ellenezték. Mindenki, Grosjean volt az egyik legnagyobb ellenzője a Glóriának, hogy ez minek, ez elveszi az egésznek az ízét, meg hogy néznek ki az autót, meg mikor van olyan eset, amikor erre szükség van. Tehát azért itt sok minden kellett, a tűzálló ruháktól elkezdve, tényleg rengeteg dolog összjáték, ami mind-mind együtt óvta meg Romain Grosjean életét. Nagyon nehéz pillanat volt az a pár perc, amíg nem tudtuk, hogy mi van. Én is próbáltam úgy vezetni Norbi kezét fogva, hogy ne ijedjen meg annyira, miközben saját magamban is ott volt a kérdés, hogy vajon amikor visszajön a kép, akkor egy mentőautót látunk a pályáról elmenni, úgyhogy nem mutatják Romain Grosjeant, és csak a bizonytalanság marad, vagy pedig azt, amit szerencsére láttunk. Aztán amikor újraindult a futam, akkor meg pár perccel később az volt bennem, hogy na jó, akkor tényleg ezt a futamot, ezt most fejezzük be, jött Stroll ugye fejreállása, utána egy pályamunkás is átrohant. Perez autója is kigyulladt. Perez autója, tehát hogy... Én is úgy közvetítettem, meg néztem a futamot, hogy fel voltam rá készül, hogy minden pillanatban történhet valami rendkívüli, tehát az elején nagyon gyorsan jöttek ezek a pillanatok, amikor megint csak bevágták Strollt, úgyhogy a feje tetején állt. Jó, akkor nyilván nem voltunk már, hogy mondjam, ennyire sokban, mert hogy mondjam, ilyen balesetet láttunk, sejtettük, hogy Strollnak nincs baja, de ez egy olyan futam volt, ahol én fel voltam arra készülve, hogy itt most valamiért úgy mozognak a kozmikus erők, hogy bármelyik pillanatban itt történhet olyan, amit még én sem láttam. Ez nagyon érdekes, 94 Imola-ra jutott nekem is eszembe közvetítés közben. Vannak versenyhétvégek, amire egy kicsit, mintha átok ülne, és igen. Pont ilyen érzésem volt ez az első bahraini hétvégével kapcsolatban. Ehhez képest miután rendeződtek a dolgok, a futam egy egészen átlagos futam, Mászel időt, és hát Lewis Hamilton győzelmével ért véget, Zsinórban 5-5-ször itt egymás után a 2020-as szezonban, majd utána a következő héten kedden reggel arra ébredtünk, hogy Lewis Hamilton is koronavírusos. Lewis Hamilton tested positive for COVID-19. Toto called me out of courtesy to let me know that Lewis has coronavirus. He's doing fine and that it will be announced in the morning. But he also went on to say, we want you in the car, which was a bit unexpected. Bottas nyeri tehát az időmérőt 26 ezreddel George Russell és 56 ezreddel Verstappen előtt, de szoros volt az első három. Nagyon jót rajtott Russell, Verstappen pedig bejön Bottas és Russell közé. Bottas nem tud ráfordulni Russell az élen. Perez eltalálja Leclerc! És Verstappent is vitték magukkal. Ó, oh, de ideges Verstappen. Pereznek akkor egy újabb dobogó közeli esélye megy el. Ez a harmadik, és ne felejtsük el, hogy az utolsó helyen volt. Egy double stack van, a bal első beragadt, mindegy, nem... és Bottas is időt veszít. Na, mi van Bottasnál? Hol vannak a kerekek? Visszamegy Bottas keményeken. Ez most egy óriási veszteség minden szempontból. Okay, George, we're going to need to box. We have a mixed tire set on the car. Nem. Összekeverték, Russellt is ki kell hívni. Tudod, mi történt? Megcserélték Bottas és Russell kerekeit. Itt a hetes kanyarba meg lehet csinálni, nem érnek össze, nem? Russell megelőzi Bottas! Looks like a rear left puncture. Bal hátsó defekt Russellnél. I'm gutted. I'm absolutely gutted. I've had races where I've had victories taken away from me, but twice, I just couldn't believe it. Általában egy top csapatnál, egy top pilótánál azért a szurkolók megosztottak. Vagy nagyon szeretik, vagy nagyon nem. Hát most jött egy olyan futam, amikor szerintem mindenki egy emberként egy Mercedes-es autónak drukkolt. Igen, George Russellnek drukkoltam én is. Szimpatikus és borzasztóan tehetséges figura George Russell, akinek ösztönösen szurkol az ember azért, mert megérdemli a lehetőséget. Ráadásul
Hát egy olyan helyzetben bizonyított, ahol ezt senki nem várta tőle. Úgyhogy sajnáltam, amikor végül olyan helyzetbe került a futamon, hogy önhibáján kívül nem tudott nyerni, vagy nem tudott dobogóra állni. De megint csak a figyelemével az ő személyiségét, ez egy olyan versenyhétvége, amit abban a pillanatban biztos, hogy nagyon keserűen élt meg, és mindjárt így éltük volna meg, de ami a fejlődési pályáját szerintem csak gyorsítani és szilárdítani fogja majd. A Mercedesnek szükség volt rá, hogy a jövője, a középtávú jövője szempontjából kipróbálja George Russellt, mire képes. A mezőny elején abszolút nyomás alatt, és nagyon gyorsan megugratta a lécet, nyilván a legegyszerűbb pályán, gyorsan hozzá kell tennem. És Russellben amúgy is megvolt a tehetség. Tehát akiben az merült fel kérdésként, hogy hát akkor ez ilyen egyszerű ezen a Mercedes-szel, az pont azzal kell, a kedvét elvegyem, hogy Russell egy olyan korszakos tehetség, a mezőny egyik legnagyobb tehetség a fiatalok közül, Leclerc-rel, Verstappennel együtt, aki pont azért tudott ilyen teljesítményt nyújtani, mert hogyha ő majd olyan autóba ül, és efelől nincs kétségem, hogy ő inkább előbb, mint utóbb, úgyis egy olyan autóba kerül, amely VB címet, megfutamokat lehet nyerni, akkor amúgy is olyan teljesítményre lesz képest. És valószínűleg azt gondolom, hogy tehetsége szempontjából jobb is, mint Valtteri Bottas. Most csak azt láttuk kiütközni, hogy 2 év tapasztalatával állt mögött a Forma 1-ben egy jó autóban, nagyon gyorsan felvette a ritmust. Mint hogy azért szerencsére egy utólag azt is láttuk kiütközni, hogy azért a tehetségnek a kezét nem engedi el a Forma 1, és most Perezre gondolok. Meg lehet-e nyerni ezt a futamot egy Racing Point-tal? Ott van Perez futamgyőzelme! Dicsérik meg Esteban Okont is, első dobogója. Első Okon dobogó. I have to make sure this is not a dream, you know. No, it's not a dream. If I could reach to pinch you, I would. But do it, please. Biztos vagyok benne, hogy rajtam is hallatszott, amikor közvetítettem, hogy én szurkoltam Sergio Pereznek. Ezt el is mondtad. Ezt el is mondtam, és akkor így, én nem tudom, utólag egy kicsit furán éreztem magam, hogy ez hiba volt, mert pártatlannak kell lennem, de hogy annyira igazságtalan lett volna, hogyha Sergio Perez nem maradhat a Forma 1-ben. És végül még jobban járt, mint ahogy járhatott volna egyébként. És ha a pillangó hatás szempontjából nézzük, akkor az egész dominót Vettel 2018 óta tartó mélyrepülése indította, vagy idézte elő. És Perez először úgy nézett ki, hogy ugye hoppon marad, nem lesz sehol helye 2021-re, és végül ez az extrém teljesítmény, ez a különösen durva évvége Perez szempontjából a futamgyőzelemmel együtt, meg Albon gyengélkedése megágyazott neki egy olyan csapatnál, ahol egyébként soha nem lett volna esélye. Tehát akárhogy ajánlatta volna magát, a Red Bull el sem gondolkodott volna Perezen, mégis úgy alakult a helyzet, hogy Perez megérdemelten kapja meg azt az esélyt az élettől a pályafutása során, amire egyébként eddig nem is volt esélye. Perez tapasztalata és az a gumikezelési képesség, amivel pont Verstappen és Perez a legerősebbek a mezőnyben Hamiltonnal együtt, az egy olyan pluszt adhat a Red Bullnak, amivel ez az évelei gyengébb kezdés, az, hogy lassabban rázák magukat gatyába, megvan az összes potenciál bennük. Lehet, hogy Perez egy olyan extrát ad hozzá, egy-két plusz információ morzsát, amivel eddig nem számoltak, mert nem volt ilyen típusú pilotájuk, az lehet, hogy pont ezt fogja segíteni. Úgy néz ki ezért nagyon, hogy ez a 2020-as utolsó két futam egy picit már megágyazott a jövőnek, lehet, hogy már 2021-nek is, hiszen ugye Russellről nagyon sokat beszéltünk, és aztán jött Abu Dhabi, ami Verstappen összességében 10. sikerét hozta meg. A legmeglepőbb talán a futam volt. Annyira minden pillanatában én azt éreztem a futamnak, hogy Verstappen uralja, hogy kontrollálja az eseményeket, amire így visszagondolom, nem is tudom, hogy mikor volt utoljára példa. Tehát a hibrid érában azért a Mercedes-t ennyire dominánsan sakba tartani és megverni, a Ferrari tudta 2018-ban. Hát igen, a motor erőplusszal. De hogy én, hogy mondjam, nem nagyon láttam ennyire meggyőző teljesítményt csapat és versenyző viszonylatában a Mercedesek ellen. Minden évvégén hasonló összképet látunk egyébként. A Red Bull mindig az évvégére elég sokat hoz a Mercedesen, és mindig közelít, és azt véljük feltételezni, a következő évben már nem lesz puskapor a Mercedes hordójában. Én meg azt gondolom, hogy picit mindig azt látjuk, ez most a tendencia, hogy a Mercedes az évvégén elengedi a fejlesztést, mindig a jövő évi autó hamarabb elkezd dolgozni, a Red Bull, a Ferrari kénytelenek lehetne, a többiek még hajtják az évi autót. És szerintem megint egy kicsit ezt fogjuk látni, remélem, hogy nem nagy mértékben, hogy a Mercedes az gyakorlatilag a szeptember óta visszafolytott fejlesztéseket, amit mind a 21-es autóra épít, az 21-re náluk megint egy megugrást, egy előrugrást eredményezhet,
remélem, és valószínűleg ezt látjuk majd, hogy a Honda viszont ezzel az új motorjával, amit a búcsú évre tényleg most mindent összerakva, eddig is tényleg mindent beleadtak, de most aztán már tényleg minden ezen múlik, hogy elegánsan búcsúzzanak, hogy ezzel legalább picit felezi, vagy nagyon-nagyon fel tud zárkozni a Mercedes erőforrással, ami 2020-ra nagyon nagyot fejlődött, viszont 21-re nincs már benne ennyi lehetőség. Csak kezdjük, és lássuk végig, és meglegyen az a rekord hosszúságú szezon. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit felelevenítettük azt, hogy mi történt 2020-ban, és hát remélem, hogy akkor márciustól rendben folytatjuk önökkel is. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra! Can you see it in my dying face? You're acting like I care. Now is there anything that I can do? If there was, would we be soon? But you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. You're a part of me and I'm a part of you.